Recep Tayyip Erdogan török elnök telefonon közölte Vladimir Putyin orosz elnökkel, hogy a Fekete-tengeri Gabona folyósó hosszú időn áttartó leállítása senkinek sem használ. Tájékoztatott szerdán a török államfői hivatal kommunikációs igazgatósága. A beszámoló szerint Erdogán a beszélgetés során rámutatott. A legnagyobb kárt a gabonára szoruló, alacsony jövedelemmel rendelkező országok szenvedik el. A török vezető békehídnak nevezte az Oroszország által június közepén befagyasztott kezdeményezést, és leszögezte, továbbra is komoly diplomáciai erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az ukrán gabonaexport folytatódjon. A török államfői hivatal egyúttal közölte, a két politikus megállapodott arról, hogy Putin Törökországba látogat. A Kreml ismertetése szerint Putyin jelezte Erdogánnak, hogy Moszkva kész visszatérni az egyezményhez, amint a Nyugat teljesíti Oroszország saját a gabona exportjával kapcsolatos kötelezettségeit